Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt Attila, és mellettem pedig itt van Márk. Sziasztok! Na, amint az a címből is kiderült, ez nem más, mint a mézes kalács hadművelet, aminek egy elég ígéretes menüje van. Mit gondolsz róla? Hát igen, elég fullos grafikája van már így a menüből is látszik. Nagyon sok mindent várok tőle. Remélem, multiplayer is van. Hát, az sajnos kimarad, de mit szólnál az, hogyha elsőnek megnéznénk a stáblistát, hogy mégis kialkott ezt a gyönyörű művet. Rendben. Jó, megfogalmazták. A csapat. A csapat. Amit tudni kell erről a játékról, hogy ezt egy magyar srác csinálta, amikor körülbelül 16-17 éves volt. És hát a szinkron hangokat azokat meg is említsük, ugyanis majd lesznek érdekes részek, de ez majd kiderül akkor, amikor eljutunk oda. Jó, szerintem ennyi elég is lett. Jó, halleluja. Jó, ez az intro. Hát igen, komoly cég csinálta, látszik rajta. Mit szólnál az, hogyha végre elkezdenénk vele játszani? Na, mehet egy új játék? Mehet. Adjuk, nem? Jól van. Hát igen, ez egy legalább egy 2015-ös játék. Hát minőségileg biztos. Nem bent állt a fagon a lába. Nem. Meg jó, hogy minden fel van textúrázva, nem? Igen, elég részletes. Ez nem csak egy fehér szín, hanem ott látszik a tegnapi mustárfolt a vízsli után. Mi ez a szépen? Már elegem van. Hány ember karácsonyát akarja még tönkretenni? Sürgősen ki kell találnom valamit, hogy megállítsam. Én érzem magam. Kell életletes süti! Ki a túl vagy, majd sokszor kiüti! Legyen a neved Éli, ki nem fog lopaktól félni! Szevasz, tavasz! Hol vagyok és ki vagyok? Valójában tél van, és te egy játék közepében vagy, és a neved Éli. Éli, ez nem nekem való. Nem látod, hogy én nem vagyok egy angyal? Jó lesz az neked! Na, a küldetésed az, hogy visszaszerezd az ellopott dolgokat lopaktól. Nem lesz nehéz megállítani, mivel jaj, bajok lesznek. Maga után. Nos, hát akkor én indulnék is, hogy minél hamarabb visszaszerezzek mindent. Na, csapatszok. Az a baj, önérzésem, minél többet játszunk, hanem degeneráltabbak leszünk tőle. Kell kerülnie. Akkor most az utadra engedlek, és majd a távolból foglak figyelni, és segítek, ha kell. Csak kövesd a cukorkákat, cukorkákat. Csak kövesd a cukorkákat. Na, akkor a konyhába kezdünk. Vé, előre. Igazából az a tipp az szerintem az irányítás szerint. Mert kezdjem én az irányítás, hogy hogy legyen? Mert. Mert amúgy elég gusztustalan irányítása van. Hogy is volt a kamera? Na, így volt, igaz? Nagyon, nagyon profi. Nagyon. Nem is értem, hogy az egén remélem lehet. Na, szerintem kezdjük az, hogy oda felugrasz. Álljál, ott van az első cukorka, tehát ezt fel kell szedni. Haj, de sunyi! Baszki! Ez aztán nem semmi. Úgy gyorsan megy, nem? Nem, ugye a shift-tel ugye gyorsabban futunk. Az a zöld okádás pedig... Nem tudom, de... A hangeffektek zseniálisak. Egyszerűen a Dolby Digital 5.1-es hangzás az nagyon kijön. Istenem, de tényleg ez a gyorsaság... Ez nézd ezt a sütőt, nagyon durva. Ha figyelj, csúszik, bakker. Ez a karácsonyfa.
Hűtő, úristen. Jó, hát azért tegyük hozzá még egyszer, hogy ezt egy fiatal srác csinálta, ami azért szerintem 16-7 évesen azért egész szép. Ott egy kicsit azért lejjebb tolhatta volna az ajtót, hogy az ne látszódjon. Nagy jövőt nem jósolok, de... Ez nem tud... Ez az... Jó van, megvan. Tehát ott van még egy cukorka, meg ott van még egy cukorka. Na adjad, azt most én érzem. Az egeret ne használom, az... Ja? Mi ez? Fog menni. Space-el tudsz ugye ugrani, és a shift-el, hogyha megnyomod a shift-et, azzal gyorsabban tudsz menni. Uh-huh. Ott is ott egy cukorka, nézd. Na, csak az ajn. És ezt lehet nézd, tolni, ott mert... jobbra menjél. Ugyan nem látom. Jobbra, ott a cukorka. De az összeset fel kell szedni el, mert csak úgy engedtem el. Menj át nyugodtan, rajta. Ugyan nem tudom, hogy kell eljutni, baszki. Már reggel felugrani. Ha ott akkor gondolom, látod nézni, a... hol megyek? Menj fel a izére. Hűtőre. Jó. Ott is ott van, aha. De most hány van összesen? Hát, 10. De nézd innen felülről körbe, hogy tudsz oda eljutni. Oda kell ugye eljutnod az ablakba. De kifutásból. Nem, még azt is fel kell szedni valahogy. Megpróbálom. Hogy lehet ott van, ott is van valami zöld szar. Hol? A sarokba talán. Nem. Át lehet látni itt a falon. Új, de jó. Na, arra láttam még cukrot. Ott ja, van. Ott van még cukor bőven, ja. Mi is a karácsony fal, remélem nekünk is ilyen lesz ide. De hogy megy igazából? Csúszik, nem is lépked. Meg a kezel belelóg a törzsébe. Olyan érzésem van. Ez csak egy méz. Hát mi figyelünk téged, ha olyan? Jó. Karácsonyfán is van egy ugye. Ugrálj. Jó, ott a kanapé. Na, mindjárt megvan. Akkor ezek szerint 10 van összesen. Ugye ott van egy kanapém. Meg egy az ablakpárkányom. Nem, ami hipergyors játék. Amúgy mondom, nyomod a shift? Nyomom. Shiftet közben, rossz helyen mész. Mi van? Nem tudsz felvenni. Dehogy nem. A szélére kellett volna rámenni. És te hallod, nem egy olyan nehéz játék. Meghaladja a képességeim. Látod, így egyből. Ne! Ne, ne menj bele! Nem tudsz kimenni? Nem. Hát, és ott a végére kimész, akkor sem. Nem kell kommentár. Sikerült. Várjál, ott ki fogsz tudni. Aha, jó. Na, gondolt a készítő arra, hogyha valaki bejut a kanapéba, akkor az ki is tudjon jönni. Nem semmi. Innentől már ne rontsd el, jó? Amúgy ezt a kanapét igazán egy, hogyha még nem is textúrázza fel, legalább egy barna objektumnál színezhettél volna. Nem komplikálta túl. Jó, és akkor a tizediket azt majd ott meg. Ezt látodom megkérdezni. Közbassz meg! Nem fog menni. Nem tudom, hogy fog oda feljutni. Várjál csak, lehet, hogyha... Most nem nyomom pedig, ezt nem kurva lassan. Ott van! Onnan. Látod? Mindjárt ott vagyok, jó? Aztán miért a következő pálya után? Úgy több pálya van? Aha. Hát ez nagyon kemény. Jobban, hogy Mark ugye most látja először életén ezt a játékot. Na, a második szintén. Vagy a pálykod HKLM. Az arra van, hogy... Igen. Tél.
Jó, hogy megmondják, hogy tél, nyilván karácsonyfa nyáron van kiállítva. Hogy ne? Ott is van egy. De hogy mozognak a fák? Nem, nem semmi. Hát igen, fúj a szél, mert itt van fizika. Van. És ez az idegörnyel hang közben. Kicsit beakadt a hang. Na, váltsunk kameramódot. Mik ezek a színek itt? Szerintem valami kis díszítés. Ugye ott van jobb alsó sarokban a nyilacska, ami mutatja, hogy merre kell majd menni a cukorkák felé. Arra is vannak cukorkák. Nem lesznek. Mondd csak, most teljesen őszintén, szerinted ez egy 10-es skálán milyen értékű játék? Szerintem ennek a játéknak nincs szüksége az én értékelésemre. Magáért beszél. Hát igen. Az a kerítés, az nagyon strapabíró, otthon nekünk is ilyen van. Na jó, addig viszont. Nagyon az élvezeti faktor. Jó, hát jó. Érted? Annyi magára járdik, hogy nyomod az előre gombot, meg a shiftet. És a készítőnek azóta megjelent egy újabb játék, ami kipróbáltam, de igazából annyira nem is értettem az egészet, de annyi biztos, hogy jobb minőségű, mint ez. Azt hozzon el, hogy csaló köz, nem tudom, hogy letölthető-e még valahonnan, és a weboldal az megszűnt. De ha megtaláljátok, akkor nézzétek meg azt is. Na jó, az már te veszed fel. Én igazából innen már csak a kaput kell izélni, aztán... Vártam piacot, mikor adod át. Igen, szerintem is mehetett. Nem tudok el meg. Ez egy másfaj. Jó, az meg milyen pervez, most jól van ennek a szaldan. Mi ez a szaldanom? Ja. Ja, vagy a shifter vagy tudom nyomni. Hát tovább akarsz kézzelni. Remélem ez az utolsó. Én ott is van egy. Hallod, menj ki az ajtó fele. Jó van. Érted, ilyen kerítés kell mindenhova. Csak a osztogonnak belebaszni az eddigi 14 perces gameplay alatt egy perc érdemi rész van. És ott van a utolsó. És nézzek, ott egy nagy hajó, meg egy kis hajó. Vigyázz, beveri a fejét! Úgy tűnik, hogy minden van ilyen 10 cukorkó volt idáig elrejtve. Remélem mindenki olyan élvezettel fog enni, mint ahogy én játszom. Harmadik szint a kalóz. Nem muszáj felvenned az összes cukorkát. Anyád, de hogy ezt én kaptam. Nem vagyok kettes. Nem semmi zene.
De nem tudom, észrevette, de próba, vagy aki próbálod, itt hullámok vannak. Rendesen ugrik egyet a hajó. Tudom, tudom. De nem csak akkor ugrik, amikor izé van cukor. De amúgy ne veszi is, az irány, mert utána basszakod. De nem én, de nem én szarakodok. Hallod, szerintem inkább az el. De, melyek, jó. Én amikor igen játszottam ezzel, akkor izé nem kell úgy felvenni az összes cukorkát, csak tartani kell a királyt. Kinyírja őt, végig ezt fog ismét törni, bazd meg. Nem akarok olyat haverkodni. Hány szint van? Ez az utolsó. Vacsorát. Hol vannak a cukorkák? Ott egy nyíl, ott egy nyíl. De a nyíl az, az meg a második a mutat, vágod? Amit nem, ott egy cukorka. Arra kell menni. De jó, ilyenkor aggol a fesz. Kurva fesz. Csodát. Nem fogok csinálni, bacsolát. Jó, gyerekek. Amúgy nehéz irányítani. Szóval, be van fajta az meg a tó. Merre van a következő? Ott van. Régebben akartam erről csinálni videót, és akkor elvesztettem a cukorkákat, és kurva ideges voltam, mert haszonnak se volt kezdve előről kezdeni. Nem fogok csinálni vacsorát. Hol van a között? Jó. Mi a véleményed erről a jó kis zenéről? Az öröcsöm, hogy hallgassam. Ja, jobb. Ezért nem tűnt volna fel. Majd amúgy a vége. Amúgy lesázámozom. Biztos kidobja. Azt hittem már abba hagyja. Hol van a cukor? Ott van. Az másik játék jobb lett volna. Mindegy, bár mindjárt vége. Ez egy ilyen jó kis 20 perces videó. Ne fordulj már meg. De ott kell maradnom a cukor mellett, érted? Már abból tudom, hogy merre kell. Azt mondtad, hogy milyen jó fizikája van. Ja, nagyon jó fizikája van, tényleg. Biztos így lehet izélyezhetni egy hajót. Jegem. Úgy, ez nem víz akar lenni? Hát... Szólnak azért az ügyen, mert nem igen. És szerinted ez víz? Nézd már meg! Szerintem az akar lenni. Ja, én kérek elnézést. Tudom, a nagy textúrai világban elveszíted magad. De... Lejárt a zene. Mindjárt elkezd ne izgulj. Én nem találom a kiáratot. Görzd inkább a nyilat. Hát az vissza-vissza másik cukorkához, ott van. Mi visz vissza másik cukorkához? Hát nem emlékszem, hogy elmentem az én cukorka mellett, amit másikra nem vettem fel. Tudod, nem fogja sokan megnézni, hogyha ilyen élvezetes ez a játék. Na, gyerekek, szerintem ez a videó bőven elég volt. Lett volna. Igazából elvesztettem a cukorka vonalát, tehát egyszerűen nem tudom, hogy merre kéne menni, és nincs is kedvem visszamenni a másik cukorkához. Neked van kedved? Nincs. Nincs. Jó, van akkor, hát láthatjátok, ez egy ilyen játék. Mindenki próbálja ki, ez az egyértelmű. Egy próbát megér. Igaz? Ja, vagy a gépigényről nem beszéltünk. Jó gép kell, úgyhogy anyu, apu fizesse, nagyon jó gép kell hozzá. Igen. Nekünk is lag volt, ugye?
Amikor ezek az effektek így bejöttek, meg minden, akkor keményen leesett az FPS. Na, jó van. Akkor elköszöntünk, és nézzétek meg, ha tetszett, akkor dobjatok egy kékpacsit, amit akartok. Igen, és ha tényleg valóban tetszett, iratkozzatok fel. Ciao.